Sziasztok, én Hauber Zsolt vagyok. Üdvözlök minden jólelkű, zenét, békét és embertársait szerető és toleráló kedves nézőt a csatornámon. A mai epizód egy extra rész, amiben is Martin Ligor szerzeményét, a Depeche Mode előadásában világsikerré vált Enjoy the Silence című dal zenéjét fogom újrajátszani. Nagy fába vágtam a fejszémet, mert azt gondoltam, hogy ez egy egyszerű dal, viszonylag kevés hangszerből áll és viszonylag egyszerű hangszereléssel, de minél jobban belemélyedtem a dal hallgatásába, mármint olyan szempontból, hogy a hangszereket kihalljam, hogy mikor milyen hangszer szól, komoly feladat elé állított. Én 4-5 hangszerre gondoltam, amiből össze tudom állítani a dalt, a végén körülbelül 20 lett belőle, szóval nem volt egyszerű feladat, de nagyon izgalmas és nagyon örömteli munka volt, úgyhogy a mai részben ezt fogjátok látni. Előtte még kalandozzunk el egy-két témában. A mai könyvajánlom az Jókai Mór Nincsen Ördög című könyve, ez a sorozat 41. darabja, ez körülbelül az életművének még az elején készült. Olvassátok el, sok mindent át lehet hallani a mai világunkra belőle, ahogy Jókaira jellemző, a nagy történetmesélőre és nagy igazságok és az élet bölcsességek szép irodalmi köntösbe bújtatójáról nagyon hasznos utitás minden egyes Jókai könyv. Szóval javaslom nektek, Nincsen Ördög, érdemes elolvasni. Jót tesz az ember lelkének. Jó hír, hogy elindult a Star Wars Bad Batch című sorozatának harmadik évada. Számomra és a hozzám hasonló Star Wars fanatikusok számára ez egy rendkívül fontos sztori, ugyanis betekintést kapunk egy olyan világba, amit az eddigi Star Wars sztorikból nem lehetett megtudni, nem lehetett nagyon következtetni se, egészen új szálon folynak az események, új fordulatot vesz az egész cselekmény, sok mindent értelmet nyer, és hát persze a java még hátra van, mert csak az első három rész ment le. Igazából kicsit elgondolkoztam ezen az egész Star Wars sztorin, aki ugye a 70-es években volt fiatal, és 1977-ben, amikor az első Star Wars kijött, azt átérezte ennek a súlyát és a jelentőségét, hogy ez mennyire megváltoztatta az én generációmnak és talán az utánjövőknek is az életét. Mennyire fontossá vált az életünkbe a Star Wars világa, az a sok szereplő, és az a sok helyszín, és az a sok világ, és az egész elképzelt univerzum, ez szinte a részünké vált, és enélkül már nem is nagyon tudunk élni. Az Enjoy the Silence-szel kapcsolatban az első emlékem az, hogy 1990-ről beszélünk, és akkor még nem volt Magyarországon MTV. És emlékszem, hogy én a Peter's Pop Show nevű néha-néha közvetített nemzetközi sztárokat is bemutató popzenei műsorból tájékozottam, és abban hangzott el az Enjoy the Silence, és a Mence Gáborral akkoriban kezdtük el összeállítani az első valódi nagy koncertünknek, a Bonanza Banzai-nak a Kekken megtörtént koncertjére a zenei alapokat és mindenféle hangszerelés ötleteket, és emlékszem, hogy így mikor összeültünk nála, és így összenéztünk, és így láttam rajta, hogy ő is ugyanazt gondolja, hogy azt a mindenit. Hát azért ez valami nagyon-nagyon extra. Ez valami csoda. Ez egy varázslat. Ugye Depeche Mode-dal kapcsolatban én szoktam mindig mondani, hogy én azért szeretem ezt a zenekart és ezeket a zenészeket, mert varázsolnak, nem egyszerűen felállnak és rock and roll, hanem nincsen a zenén kívül semmi más se a dalokban, se a színpadon, se a körülötte lévő dolgokban, hanem csak a zene és a zene által gerjesztett varázslat árad az emberekre, és viszi el őket egy másik univerzumba. Engem is ugyanígy megérintett. Hát az Enjoy the Silence az olyan, a maga egyszerűségében és a harmóniáival, de mégis a nagyon-nagyon finom hangszerelési ötleteivel és hát a különleges dallamvilágával, klipről nem is beszélek, és a mai napig, mikor meghallom ezt a dalt, akár én játszom a Hauber Zsolt Ex Bonanza Banzai keretében a színpadon, akár a Depeche Mode előadásában, még mindig ez a hátamon futkosós hideg érzés kerít hatalmába, és azt gondolom, hogy mikor az ember hátán futkos a hideg egy daltól, akkor azért az valami nagyon különleges dolog. Számomra mindig ez a jó dalnak a mércéje, hogyha ennyire hatással van, hogy tényleg így bizsergek tőle az, akkor tudom, hogy az egy nagyon jó dal. Számomra az egy nagyon nagy varázslat és betalált. Az Enjoy the Silence egy ilyen dal,
és nagy öröm volt, és nagy kihívás volt, hogy ezzel a dallal foglalkozzak, és minden egyes hangszert, és minden egyes megszólaló hangszint újra összeállítsam, és a nulláról meg tudjon szólalni ez a dal. Remélem, hogy számotokra is izgalmas lesz ez a kalandozás. Tartsatok velem, kezdjünk hozzá az Enjoy the Silence című dal zenéjének újrajátszásához. Lássunk is neki ennek az izgalmas újrajátszásnak. Előtte még annyit csak, hogy azért az Enjoy the Silence az a dal, amit szerintem mindenki, aki elmegy Depeche Mode koncertre, mindig vár, és enélkül nincs is Depeche Mode koncert egy jó ideje már, 1990 óta, és szerintem amíg lesz Depeche Mode, addig az Enjoy the Silence biztos, hogy mindig el fog hangzani, és az mindig a koncertnek egy csúcspontja. És akkor maga a dal, ez a 90-es évek eleje, amikor a Depeche Mode egy kicsit ilyen analóg hangszerelésre tekintett vissza, és sok analóg hangszert kezdtek újból használni. Ez a Violator című album, amikor az Ellen Wildert még engedték, szabadon hangszerelhette a dalokat, ez nagyon meg is látszik ezen az albumon, és mindenféle olyan zenei megoldásokkal tömbbe van, ami talán a levő generációk csak okulhatnak és ájulhatnak, hogy micsoda zseniális hangszerelés ötletek vannak benne. Ekkoriban az volt a divat is, hogy ilyen elkészült dob groove-okat használnak a zenekarok, és mint egy ilyen percussion hangszerelési ötlet a meglevő dobok mellé betesznek, és a Depeche Mode-nak ez volt az első dal, amikor egy ilyen dob groove-ot, dob loop-ot elkezdett használni, az így szól egyébként. Ez volt ez a dob loop. Természetesen én is ezt használom, hiszen ez annyira meghatározó a hangszerelése a dob szekciónak, hogy enélkül nem is igazán Enjoy the Silence a újrajátszás. Először a dobokkal foglalkozom, hogy legyen némi támpont, szokás szerint. Alapvetően a ritmusa, ugye ez a 113-as, viszonylag lassú tempójú, inkább ilyen pop, inkább ilyen diszkópop tempójú dal, jól lehet rá táncolni. És a dob tempója az végig ilyen 4/4-es, viszonylag kevés dob van benne, a dob groove az, ami egy kicsit így megbolondítja. A lábdob az minden ütemre játszik, 4/4-eket. Ebben a dalban nem nagyon van intro, hanem egyből indul a zene. Annyiban épül föl, hogy az elején kevesebb hangszer szól, és utána amikor belép a gitár és a belép a többi hangszer, de alapvetően már belecsap közepébe, nem nagyon teketóriázik. Én a dobokat most a Nexusnak egy hangbankjából vettem, szóval a lábdob az végig 4/4-eket játszik. Az első dob szekció mellett egy nagyon halk, ilyen nagyon puha, finom pergő. Nagyon kellett fülelnem azért, hogy kihalljam az összes hangszert és az összes hangszint, hogy mi van benne. Ezt is a végén fedeztem föl. Ez végig egyeket játszik. Vissza is veszem a hangerejét. Ott van rá. Így malig hallatszik, de azért ott van. És akkor én egy hi-hat szekcióból és egy shakerből állítottam össze a többi részt. Együtt. Akkor ez az intrónak a dob szekciója. Később ugye van még egy jellegzetes pergő és a dob groove, de az majd később lép be. Elkezdem a hangszereket összeállítani. A legnagyobb fejtörés az a basszus. Olyan különleges basszus témája van, hogy a ritmizáció is nagyon extra, és a velocity-vel és a filterrel való játék is nagyon-nagyon extra. Ez jó kis feladat, ezt rekonstruálni. Kinek elnevezett hangszer következik.
ilyen kis, kicsit ilyen elhangolt zongora-szerű hangszerrel játszom föl. Ebből van három kör. Ami érdekesség, hogy a dal vége felé viszont ott már nem csak ezt az egyszerű harmónia menetet játsza, hanem végigköveti a refrénnek a harmóniát, úgyhogy majd ott még ezzel fogok játszani. A legjellegzetesebb az Enjoy the Silence-ban nyilván egy ilyen vox hangszín, ami minden négynegyednek az első negyedén szólal meg, és játsza harmóniákat. Természetesen ebben az újrajátszásban az emulátorok játsszák a főszerepet, abból van a legtöbb hangszín, és ez a legjellegzetesebb mindközül ez a vox. Most akkor az intro vox következik. Basszusba kezdek bele, mert az egy kicsit hosszadalmasabb lesz, hanem a feljátszom a gitárt. Én ezt, amit már sok kis filmemben használtam, ezt a virtuális strató gitárt, most ebben is ezt fogom használni. Ő az. Ez sem egy egyszerű szólam, vagy egyszerűre tűnik, de mégsem az. Következik a basszus. Én két szintét használok basszus előállítására, egy Polysixet és egy Nexus mély basszust, amit általában mindig szoktam használni. Egynek a sok közül ez adja meg a mélyet. Ez pedig a Polysix pedig a karakterét. Ugye annyira zseniális itt a basszus kitaláció, hogy mindenhol más a ritmizáció, tehát más az intróban, más a verzében, más a refrénben, más az extra részben a végén. És ugye ennek az az érdekesség ennek a basszusnak, hogy a finom anyom, akkor így bezár a szűrője, ha meg erősebben, akkor meg kinyílik, és közben van egy ilyen nagyon speciális, ilyen puha hangzás. Thank you.
másik basszus az csak a mélyét adja, ez a kettő együtt igazi. Ugye itt is ugyanígy megcsináltam a velocity-ket meg a szűrőket, és a kettő együtt az igazi. Na akkor az első intrónak az első köre megvan. A második kör, amikor belép a gitár. Megérkeztünk a első verzéhez. Első verzében először a voxot játszom föl. Más nincs is, csak a basszus következik. Velocity és szűrőjátékkal, így néz ki. És mellette a másik basszus. A verze, az első verze két ugyanolyan körből áll. És innen indulnak be a dobok és a többi hangszer, illetve következik a refrén. A refrénben megérkezik a másik pergő. Vannak a refrén dobok, következnek a refrén szintik, először is a vox. Ez a harmónia menet, ugye, ami, hát ha már megszólal, akkor már mindenki tudja, hogy az Enjoy the Silence-ről van szó. Oh,
érdekesség is, hogy egy nagyon különleges megoldás, hangszerelési megoldás, hogy van egy ilyen string, ami tulajdonképpen ugyanezt játssza, mint a kórus, csak éppen felelget rá. És együtt a másik basszussal. Plusz ütem van itt a kiálló rész előtt, itt bejön ez a dobgroove, amiről már beszéltem az elején. És itt bejön egy pergetés. És visszatérünk a Emuvox-nak az intro témájához. A basszus is az intro témát játssza, a gitár is, illetve a string is. A második verzében szintén a string felelgetés ugyanúgy megvan a Vox témára, illetve a dobgroove-ban a percussionök és a pergő ugyanígy szól. Ennyi a változás. Szépen épülget a dal. Következő refrénben több minden is bejön, van egy, hát egy zseniális megoldás. A Violatorrel akkor abban a stúdióban mentek, ahol korábban Kraftwerk vett föl lemezeket, és ők dolgoztak sokat, ezért sok olyan megoldás van ebben a Violator lemezen, ami kicsit ilyen Kraftwerkesnek tűnhet, ugye a Personal Jesus-ben és az a rengeteg tune és az a rengeteg ilyen elektronikus hang ebben az albumban is feltűnnek, és itt van egy nagyon érdekes megoldás a refrénben, ami úgy néz ki, hogy minden négynegyednek az első negyedére, tehát amikor a voxok megszólalnak, akkor megszólal egy tyú hang.
hagyjál, mert nem csak a tyú szólal meg, hanem mellé jön egy ilyen basszus, szintén ilyen szűrős szinti hang, de még egy kicsit itt mélyedjünk el a varázslásban, mert ez a tyú ráadásul egy ilyen jó sztereóban szólt. Ahhoz, hogy egy mono hangszint jól megsztereósítsunk, ahhoz különböző technikák vannak, különböző praktikák vannak. Én általában úgy szoktam csinálni, hogy két sávra írom ki, tehát itt ebben az esetben kétszer szólna ugyanaz. Alapvetően először is elpanorámázom, egyik tyú az a bal oldalon szól, a másik tyú pedig a jobb oldalon. Ez sztereó hangszín legyen, ahhoz azt a praktikát kell bevetni, egy kis finom hangolással el is kell hangolni a hangszint. Egész 100 centelén elhangoltam. Például a baloldalit azt lehangolom 100 centel, a jobb fülbe, ha levőt pedig fölhangolom. És ezáltal egy nagyon-nagyon szép sztereó képet kapunk, tehát így szól. És még annyit csináltam, hogy én még egy picit el is toltam, itt fönt egy 10 millisekundummal baloldali fülbe lévőt előrébb hoztam, a jobb oldalit pedig hátra, és akkor egy picit ilyen kis időbeli csúszás is van, és meg igazán jó kijön a sztereó kép. És akkor a másik hangszín, ami pedig hozzájön, azt az atmoszférből veszem, az pedig a basszusnak a témáját játsza, csak nem abban a ritmizációban. Ugye ennek a hangszínnek az a lényege, hogy egy picit ilyen kinyíló hatása van. Most először feljátszom. Így szól. Ugye attól lesz ilyen kis rezonancia van ráadva. Ugye nincsen rajta, akkor csak egy sima hang. De azáltal, hogy van rezonancia. És ami zseniális találmány, ugye a Martin Rigoltó, vagy aki hangszerelte, mondjuk inkább az Ellen Binder, hogy ez a tyúval együtt egy nagyon érdekes összhangba kerül, külön így szól. Szóval ez egy zseniális hangszerelési ötlet, együtt így szól. Ez innentől kezdve már a mindegy refrénben megjelenik. Következik egy zenei rész, és itt bejön egy ilyen szint. A gitár témát játssza csak. Tulajdonképpen ez a gitár témának egy ilyen variációja. Ezután visszajövünk az intro részhez. Tehát átveszi a szinti szólótól a gitár a szólózást. És ezután a szinti és a gitár téma után visszatérünk a refrénhez.
második refrén körül tulajdonképpen jön a zenei rész, amivel ér véget tulajdonképpen az egész dal, de itt természetesen nem ugyanaz ismétlődik meg. A vox és a rá felelgető string az ugyanazt játsza, az omnisphere basszus és a tyú az ugyanazt játsza. A gitár is egy kicsit variációt játszik, a magas key hangszín is egy variációt játszik, és a végén pedig ugye bejön az ilyen kicsit ilyen szolisztikus vox. Akkor kezdem a key-jel. Így szól egyben. Itt bejön egy ilyen szinti szólam. Vox-szal van az eredeti, én egy ilyen szintivel játszom be. Hátra, mint egy szinti hang, amit szintén nagyon nehezen hallottam ki, de aztán csak sikerült. Ez is egy emulátor hangszín. És ez a gitárnak a témáját játsza. És hát nyilván azt erősíti meg. Különleges hangszín, és ő az utolsó két refrénre. Na, hát elkészült, azért nem volt olyan egyszerű, de hát nem is egy egyszerű dal. Szóval az elején egyből már elindul a lábdob és a cinek, a basszus, a nagyon-nagyon különleges basszus téma, és a vox. Ja, és a magas keyboard. Két körmélyből, most éppen a gitár. Játszik, játszik a dolgok.
Hú. Na hát elkészült, jó izgalmas és kalandos vállalkozás volt. Végül is sikerült. Remélem, hogy izgalmasnak találtatok és érdekesnek, hogy szuper világsláger, hogy épül föl, milyen hangszerekből és milyen csodálatos harmóniákból és milyen zseniális hangszerek és ötletekből. Én is nagyon izgalmasnak és nagyon érdekesnek és élvezetesnek találtam. Ez volt már a Hauber Zsolt újrajátsza extra, Enjoy the Silence. Folytatom mind a két sorozatot. A hagyományosan fogok jelentkezni 2 hét múlva. Addig is vigyázzatok magatokra, hallgassatok sok zenét. Üdv mindenkinek! Thank you.